stúdióban pedig itt van Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívak elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A polgári európai Magyarország mellett elkötelezett jobboldali emberek bizalmára, hogy igyekszik a pártjához közel hozni, 9 hónap múlva EP választások vannak, vissza kell adni a jobboldal becsületét. Mire lesz elég ez az idő ön szerint a pártnak? 9 hónaphoz lehet nagyon kevés is, meg nagyon sok is. Tehát én azért úgy gondolom, hogy a 2022-es választásokat követően a megfelelő következtetéseket levontuk, a pártot azt újra stabilizáltuk, és most már tekintünk a jövőbe előre, és most meg már munka van, és szerintem megtaláltuk újra önmagunkat, azokat a témákat, azokat az ügyeket, amelyek sorskérdések Magyarország számára, és amelyek a jobboldali konzervatív alternatíva fölvázolásához szükségesek. Jobboldali konzervatív alternatíváról beszél, ezért deklarálta azt többször is, hogy szakítanak az ellenzéki pártokkal? Ez a 2022-es választás ugye nem volt egy sikertörténet, és az a fajta ellenzéki együttműködés, amit egyébként kényszer szült, az nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és egy alapvetően elhibázott stratégia volt, ezt nekünk a választóink visszajelezték, és most az ő bizalmukat szerezzük vissza. Az a szavazóbázis, amit önök megcéloztak, azért hát, hogy mondjam, nagyon fragmentált. Tehát gondolok itt arra, hogy például Vona Gábor is beszállt a múlt héten a pártpolitikában, Jakab Péternek is van pártja, a Volner Jánosnak a Huxit pártja, a Varga Damandrának, szóval a Jobbik testéből hát nagyon sokan próbálnak jól lakni. Ön mit gondol, milyen eredményre lehet elég a maradék? Én csak azt tudom, hogy honnan indultunk el a tavalyi választásokat követően. Ugye elmondhatom, hogy mély ponton volt a párt, ugyanis azóta sikerült úgy tűnik megduplázni a közvéleménykutatások szerint a támogatottságunkat. Csak itt is a parlamenti küszöb alatt vannak? Milyen? Nem. A múlt heti Nézőpontintézet, ami ugye azért Jobbik barátsággal talán, meg elfogultsággal nem vádolható, az már 5% fölött mérte a Jobbikot, a 21 kutatóközpont pedig az 7-8%-on, ami köszönhető annak, hogy az elmúlt, hát nem tudom, 4-5 hónapban, tehát a február óta eltelt időszakban megtaláltuk újra önmagunkat, és beazonosítottuk azokat a problémákat, témákat, amelyeket egyébként a Jobbik már korábban is képviselt. Ilyen a bérfelzárkóztatásnak a kérdése, ilyen az Európai Unióval való megállapodásnak a kérdése, tehát az, hogy haza tudjuk végre hozni a forrásokat az Európai Unióból, hiszen úgy tűnik, hogy ez a kormány erre különböző okok miatt nem képes. Lehet, hogy a migrációnak a problémája, hiszen úgy tűnik, hogy a Fidesz kormánynak nincs más terve Magyarország számára, mint hogy egy ilyen kínai akkumulátor paradicsomot hozzon itt létre, és ahhoz pedig a miniszterelnökünk 500 000 migránst akar ide, migráns munkást akar ide beköltöztetni. Ön összekeveri a fogalmakat az engedéllyel rendelkező, munkavállalási engedéllyel rendelkező, ideiglenesen itt tartózkodó szerződéshez, meg azokat, akik átmásznak a kerítésen. Értem én nem nagyon látok a szerződéssel ide letelepített, és ilyen rabszolgamunkára nem letelepített, hanem itt vannak egy-két évig. Így kezdődött ez Németországban is a 60-as években, Gastarbeiter megérkezett Németországba, és azóta is Németország azt nyögi, hogy a kulturális identitása odaveszett egy ilyen vállalkozásba. Azokat a tömegeket a magyar miniszterelnök előtt ott vannak a történelmi példák, és nem az, hogy nem tanult belőle, hanem egy 9,5 millióra zsugorodott országba betelepít tervszerűen 500 000. Tehát Debrecen lakosságának nem betelepít, még egyszer mondom, hanem jó. Ne szépítsük. Beszéljünk az kínai terveknek és a kínai gazdasági érdekeket szolgáló gazdasági program mentén, hát az akkumulátorgyár az a magyar gazdaságnak az ugyanannyira szolgálja a BMW érdekeit is, mert hiszen a BMW autókban fognak kínai akkumulátorokat. Itt találkozik egymással a két technológia. A német meg a kínai. A magyar érdek az hol adót fognak itt fizetni, magyar emberek fognak ott dolgozni. Hát technológiát hoznak. Én most azt látom, hogy mongolokat, meg kazahokat, meg nem tudom én kikeket kell ebbe az országba behozni, itt dolgoztatni Magyarországon. Ugye az volt a pár évvel ezelőtt még a kormányzat részéről a mondás, hogy el akarják venni valakik a munkánkat. Na most 500 000... Megváltozott, 1 millió új munkahely jött létre, aki magyar akar dolgozni, az már tud. Igen, aki meg nem tudott boldogulni a szülőföldjén, az elmenekült ebből az országból, már közel 1 millióan. Hát ez nem ilyen, szerkesztő úr, ez egy óriási tragédiája a hazánknak, hogy a fiatalok... Milyen, hol talál ön 1 millió kitelepül? Hát, most már évről évre többen költöznek haza, mint azért nézze meg, hogy hányan hagyják el ezt az országot, a frissen diplomázottak közül és a jól képzettek közül. Van és most már hát a KSH-nak is voltak erre adatai, igen. Még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt. Pont a KSH mondja azt, hogy visszaköltöznek többen. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt 800 000-re becsülte a KSH azoknak a számát, akik elhagyták Magyarországot, azóta pedig fölgyorsultak fölgyorsult ez az elvándorlás. Szerkesztő úr, tehát tényleg, aki azt tagadja, hogy Magyarországról nincs tömeges elvándorlás, és tömegével költöznek haza a magyarok külföldről. Hát ezt mutatják a statisztikák. Szerkesztő, nem mutatnak ilyet a statisztikák, még a Fidesz által bűvölt statisztikák sem ezt mutatják. Magyarország lakossága 9,5 millióra zsugorodott az elmúlt években. Most ide telepítenek be 500 000 munkás migráns, amely nagyon látható lesz. Szerkesztő, 500 000, igen, és már különböző településeken nagyon komoly problémákat okoz az ő jelenlétük, már nagyon súlyos aggodalmakat okoz. Támogatják-e önök azt, hogy a magyar tanárok fizetési... És ez a magyar nemzeti érdekeknek az elárulása. Tehát lássuk be, a magyar nemzeti érdekeknek nem azt szolgálja, hogy kínai akkumulátorgyárakat telepítsenek ide, szennyezzék a környezetünket, letörjék a béreinket, és alapvetően a magyar munkavállalók helyére Ázsiából hozzanak ide emberek. Lerombolná és felszántaná az akkumulátorgyárakat, amik még meg sem épültek. Értem. Hát már csak azért is hibás, szerkesztő úr. Tehát még ennyire rövidlátó és ostoba gazdaságpolitikája még a szociálliberális kormányoknak sem volt, mert hogy akikkel önök összefogtak épp a szivárvány koalícióban. Jó, tehát maradjunk annyiban, hogy ezek az akkumulátorgyárak, amik ide épülnek, és amivel kapcsolatban most az Európai Unió vizsgálatokat fog indítani, és meg fogja nézni azt, hogy ez az Európai Uniós gazdasági versenyt mennyire torzítja. Ez egy olyan rövidlátó gazdasági program, amit az ország számára kínált a magyar miniszterelnök, aminek nagyon-nagyon hamar. Akkor miért versenyeznek érte a külföldi más országok is, hogy oda is települjön, például Franciaország vagy Németország? Hát nézze, nem olyan mértékben, mint Magyarországban, és a francia meg a német gazdaságot ez nem fogja ennyire torzítani. Tehát csak Magyarországon most úgy tűnik, hogy hát Magyarország egy összeszerelő üzemmé lett lesilányítva, nem csak az elmúlt 13 évben, az elmúlt 30 évben, de az, hogy az elmúlt 13 évben kétharmaddal a kormányzat birtokában nem sikerült ebből a hibás gazdaságpolitikából kitörni, és a kis- és középvállalkozásokat megtámogatni, a hazai vállalkozásokat megtámogatni, ez az Orbán kormánynak a bűne. A hibás gazdaságpolitika az egy óriási adottság, értem, és ezzel nem tudott élni ez a kormányzat. Itt egészen a Covid utáni válságig folyamatosan nőtt a GDP, folyamatosan nőttek a fizetések is, megduplázódott, ugye? És az infláció mennyi, szerkesztő úr? És mennyi? Tavaly nem volt, vagy tavaly előtt nem volt infláció. Mindig volt infláció, maradjunk annyiban, most meg a legmagasabb az infláció egész Európa szerte, és az bármennyi is volt a béreknek a növekedése, az pont annyit elvisz, hogy reálbér csökkenés van Magyarországon, és az emberek nem tudnak megélni a jövedelmükből. Gyöngyösi... Ezen kellene gondolkodni, ezen kellene segíteni, nem a kínai érdekeknek kiszolgáltatni a hazákat. Gyöngyösi Márton, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.